Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én imádom a bűvészeket. Gyerekkoromban volt is egy bűvészdobozom, amit nagyjából egy hétig használtam, majd meguntam, így örökre a közönség táborába ragadtam, és sose lettem az az ember, aki bűvésztrükkökkel kápráztat el másokat. Egy tökéletesen előadott bűvésztrükk képes bárkit meglepni, meghökkenteni vagy teljesen összezavarni, de amikor egy kis hiba csúszik a gépezetbe, és a bűvésztrükk nem úgy sül el, ahogy azt a bűvész eltervezte, akkor még számunkra is kínos helyzet alakulhat ki. Nézegethetnénk ma egész nap együtt tökéletes bűvésztrükköket, de szerintem titeket is jobban érdekelnek azok a bizonyos esetek, amikor a bűvészek totálisan beégtek. A mai videóban 10 olyan bűvész hoztam nektek, akiket élőadásban buktattak le. A teleportálás nem egyszerű. Az itt látható bűvésztrükk egy normális helyzetben úgy néz neki, mintha két ember képes lenne teleportálás segítségével egy szempillantás alatt helyet cserélni. A trükkhöz egy magasított dobozt és egy leplet használnak, de sajnos ezek a helycserés trükkök csak akkor működhetnek, ha az időzítés tökéletes, egyébként semmi más nem érhetünk el velük, mint kellemetlen pillanatokat az előadók és a nézők számára egyaránt. Sajnos ebben az esetben a lepel takarása mögül a dobozhoz vezető lépcső egy kicsit hamarabb került ki a takarásból a kelleténél, így a tévék előtt ülő több ezer ember élőben nézhette végig azt, hogy hogyan is égeti le magát ez a bűvész páros. Természetesen a műsor nem állt meg, és a páros folytatta a műsort, mintha mi sem történt volna. Én azért kicsit sajnálom őket, főleg azután, hogy meghallottam a műsorvezetők reakcióját. A karnyelő. A karnyelés egy életveszélyes mutatvány, és ez a férfi a teljes életét kockára teszi, hogy lenyűgözze az utcákon a járókelőket, vagy mégsem. A férfi egy dramatikus kis beszéddel hívja fel a nézők figyelmét a trükk veszélyeire, így nem meglepő, hogy mindenki tátott szájjal nézi végig a mutatványt. A bűvész beleteszi a kardot a szájába, majd egy jó 15 másodpercig sokkolja a nézőket a mutatvánnyal. Eddig minden rendben is van, sőt még abban a pillanatban is, amikor a férfi kihúzza a kardot a szájából. De sajnos a siker nem tartott sokáig, mivel a kis utcai mágusunk nem gyakorolta eleget a feladatot, és megnyomja a titkos gombot a kardon, amitől a kard éle azonnal visszahúzódik a karnyelébe. Nos, a férfi arcán látható kín magáért beszél. Kínos pillanatok a tehetségkutatóm. Nyilván te is jól tudod azt, hogy a tévékben látható tehetségkutatókból a kínos pillanatok sosem maradhatnak ki, és a következő trükk is egy ehhez hasonló élőadásban történt kínos pillanat. Az még rátesz az egészre egy lapáttal, hogy a felvételeken jól látszik, hogy az egész helyzet még a zsűriknek is kínos pillanatokat okozott. A trükk, amit a bűvészek megpróbálnak előadni, hasonlít a zigzag illúzióra. A zigzag illúzió trükk során az asszisztenst egy álló dobozba zárják be, úgy, hogy a feje és a kezei láthatóak maradjanak. Ezután a bűvész hatalmas fémlemezeket helyez a dobozba, ami azt a hatást kelti, mintha az asszisztens felszeletelnék. Ez mind szép és jó, amíg megfelelően van előadva, de ennek a párosnak az American's Got Talent-be ez nem igazán jött össze. Az első baki során látható, ahogy az asszisztens keze a megfelelő pozícióban helyezkedik el, de ha ez esetleg valakinek nem tűnt volna fel, akkor az a pillanat biztos szemet szúr mindenkinek, amikor a fekete lepel, ami a dobozban álló asszisztens takarja, egy kicsivel hamarabb esik le a helyéről a kelleténél. Az előadás után a zsűri kérdőre is vonták a bűvészt a hibák miatt, de az úriembernek ezek után még volt ahhoz is mersze, hogy pofátlanul letagadja, hogy bármi is rosszul sült volna el. Can I ask you, you made a few mistakes there, right? The illusion went perfect. So when the thing dropped down, that was deliberate. Az állarcos mágus sem tökéletes. Ki ne ismerné a Nagy Mágusok Kulisszatitkai című műsort? Az állarcos mágus furcsa fekete maszkja sokaknak egy életre beleégett a memóriájába, és gondolhatnánk, hogy egy olyan bűvész, aki más bűvészek titkait leplezi le egy élőadásban, soha nem fogja magát leégetni, de ez sajnos másképp van. Az állarcos mágus a DVD-jét akarta promózni egy Hoya MDIA nevű élő TV műsorba, ahol elmondta, hogy bárki képes megtanulni bűvészkedni. A trükk lényege az lenne, hogy a paklit a nézők közül valaki négy részre emeli el, majd ezeknek mindegyikét összekeveri, és miután ez megtörtént, elvileg minden pakli tetején az ászkártyalap egyike lesz. A trükkhöz semmi másra nincs szükség, mint egy pakli kártyára, és némi gyakorlásra, és minden tökéletesen működik. A mutatvány egy darabig simán megy, egészen addig még nem bukik ki, hogy a négy pakli tetején csak három lap volt ász a négy helyett. Az állarc mögött meghúzódó kis mágusunk ahelyett, hogy elismerni a kis hibáját, megpróbálta meggyőzni a műsorvezetőket, hogy ezt ő így tervezte el, de úgy tűnik, hogy a műsorvezetők ezt nem nagyon akarják benyelni. Az igazság az, hogy a műsorvezető nem követte megfelelően az állarcos mágus utasításait, és szándékosan rontotta el az egész trükköt, ami nem a legszebb húzás. Főleg akkor, amikor egy bűvész azért van a műsorban, hogy egy terméket promózzon a nézők számára. Az okos gyerek és a kártyatrükk.
Gondolhatnánk, hogy a gyerekeknek lehet a legegyszerűbben előadni bűvész trükköket, mivel sok esetben a gyerekek még az aprócska hibákat sem veszik észre. Ennél a trükknél a bűvész egy Murray nevű fiút ültet le az asztalhoz, akitől megkérdezi, hogy szereti a kártyatrükköket. Ezután a férfi lerak három kártyalapot az asztalra, majd közli a sráccal, hogy van itt három kártyalap. Murray, now watch very closely. We have three cards. A bűvészünk legnagyobb meglepetésére a srác már a trükk legelején kiszúrta, hogy az asztalon nem három kártyalap van, hanem négy. A közönség azonnal hatalmas nevetésbe kezdett, míg a bűvészünknek kellett néhány másodperc, hogy kikecmeregjen a kellemetlen helyzetből. A bűvész azonnal megköszönte Murraynek az együttműködést, majd fel is állította a srácot az asztaltól. Kellemetlen. Ne bízz a bűvészekben! A lengyel Gottalent műsor elődöntőse Marcin Polonievics elképesztő mutatványokkal kápráztatta el a nézőket a tehetségkutatóban, de a hatalmas siker nem tartott sokáig. A férfit egy reggeli műsorba hívták meg vendégül, ahol egy veszélyes bűvész trükköt akart előadni. A férfi négy papírzacskót helyezett el az asztalon, aminek az egyike alatt egy hatalmas szög rejtőzött. Ez még nem is lett volna akkora gond, ha a bűvészünk a saját kezét használja a mutatványhoz, és nem a műsorvezető hölgyét. A bűvész rácsapta a hölgy kezét a második zacskóra, ami alatt nem más volt, mint a hatalmas szög. A műsorvezető hölgy azonnal felsikított, és kellett néhány másodperc, míg a bűvészünk és a másik műsorvezető rájött, hogy valóban keresztül ment a szög a hölgy kezén. A bűvész a későbbiekben azt állította, hogy összezavarodott az előadás alatt, ami egy kicsit nevetségesen hangzik, főleg akkor, amikor mások épsége van egy bűvész kezében. Szóval igen, lehet, hogy jobban jársz, amíg csak véletlenül sem bízol meg egy bűvészben, főleg amikor egy ilyen veszélyes mutatványról van szó. A David Blaine kártyatrükk. David Blaine egy világhírű bűvész, aki ennél a trükknél csak azzal büszkélkedhet, hogy milyen gördülékenyen kezelte a helyzetet, miután teljesen elrontotta a trükköt. Blaine már több mint 20 éve bűvészkedik, így gondolhatnánk, hogy minden trükköt tökéletesen ad elő, de úgy tűnik, hogy még a legtapasztaltabbak is néha elrontanak egy-egy trükköt. Talán ami a legkellemetlenebb az ő helyzetében az az, hogy ez a trükk csak egy egyszerűnek tűnő kártyatrükk volt egy élőadásban. Az egyik néző egy négyes dobott egy dobókockán, ami azt jelentette, hogy a mellette álló másik néző kigondolt kártyája, ami a kör hatos volt, elvileg a negyedik kártya volt a sorban, a kihelyezett hat kártya közül. Ez szép és jó, csak annyi volt a probléma, hogy a negyedik kártya nem a körhatos volt. A kis bakit élőadásban közvetítették, de David ennek ellenére eléggé lazán vette a helyzetet. Úgy tűnik, hogy a világhírű bűvészek sem tökéletesek. Dynamo. Dynamo vagy becses nevén Steve Frame mára már szinte teljesen visszavonult, és lehet, hogy rá se ismernétek. Steve a Dynamo nevet 2001-ben szerezte, amikor a New Yorki Hiltonban olyan híres bűvészek előtt szerepelt, mint például David Copperfield, és David Blaine, és valaki a közönségből bekiabált, hogy ez a srác egy Dynamo, és innentől kezdve a név ráragadt. A Varázslat a világ körül című négy évados sorozatot rengetegen látták, aminek során egyszerű kártyatrükköktől kezdve a londoni Temze vízén való sétálgatásig sok mindent bemutatott nekünk ez a srác. De a sikerek miatt nem kellett sok időnek eltelnie ahhoz, hogy az összes bűvész trükk titka megjelenjen az interneten. A temzi sétálásnál Dynamo a vízbe helyezett plexi dobozokon sétált. Egy másik trükkben, amiben azt láthatjuk, mintha Dynamo egy londoni emeletes busz oldalán egyetlen kézzel tartaná magát, a srác egy műkezes szerkezethez volt hozzáerősítve, ami a busz oldalához volt rögzítve. Volt, hogy Dynamo egy ház oldalán sétált le, de sajnos eléggé nyilvánvaló, hogy itt is egy kötélhez volt erősítve. De Dynamo utolsó bemutatott trükkje, amikor is a srác 309 méteres magasságban Európa egyik legmagasabb épülete felett kezdett el lebegni, az egész világot bizonytalanságba hagyta. Ez a trükk volt a tévésorozat negyedik évadjának utolsó trükkje, és azóta nem láthattuk Dynamo-t újabb trükköket előadni. A trükket egy helikopterről vették fel, amin az látszik, hogy Dynamo egyik pillanatról a másikra magasba emelkedik, és elkezd lebegni az épület tetején. És amikor azt gondolnánk, hogy biztos köteleket használ, és ettől a ponttól már nem mehet feljebb, jön a megdöbbenés, mivel Dynamo még az épület csúcsánál is tovább emelkedett az égbe. Már a trükk bemutatása előtt ez a kép terjedt az interneten, ami jól látszik, hogy a srác köteleket használ, aminek láttán a legtöbb rajongó teljesen kiborult. Szóval a trükköt már azelőtt lebuktatták, mielőtt az adásba kerülhetett volna a tévébe. Mekkora fél? Nos, ennek ellenére Dynamo az ügyhöz nem tett hozzá semmit, és úgy tett, mintha minden rendben lett volna. És amikor végre leadták a trükköt a tévében, egy bevágásban jól látható, hogy a neten körbe ment képet, amin látszódnak a kötelek, Dynamo csinálta Photoshopban. Az emberek azt hitték, hogy lebuktatták Dynamo-t, de egy jó bűvész a mai esetek kivételével mindig előrébb jár a közönségnél.
Számodra mi volt a legfurcsább bűvésztrükk, amit valaha láttál? Válaszodat ne felejtsd el leírni egy kommentbe, és ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsd el lájkolni, megosztani az ismerőseiddel, és feliratkozni a csatornára. Köszönöm, hogy ismét itt voltatok, és megnéztétek ezt a videót. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!